Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, s a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket évközi harmadik vasárnap szentmiséjén, ami egyben az Isten íge vasárnapja. Elhunyt Dorkó Attila testvérünkért, valamint elhunyt nagyszülőkért ajánljuk föl a mai szentmisét. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel vegyünk részt ebben a szent áldozatban. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram! Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez. Uram, irgalmazz, Uram, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked, nagy dicsőség. Istenünk, menj!
Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, irányíts tetteinket tetszésed szerint, hogy szent fiad nevében minél több jót tegyünk. Aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Jónás próféta könyvéből. Történt pedig, hogy az Úr másodszor is szólt Jónáshoz. Kelj fel, menj el Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd azt, amit majd mondok neked. Jónás fölkelt és elment Ninivébe az Úr parancsa szerint. Ninive nagyváros volt. 3 napba telt, míg az ember végigment rajta. Jónás bement a városba, megtett 1 napi utat, és hirdetni kezdte. Még 40 nap, és Ninive elpusztul. Ninive lakói hittek az Istennek. Böjtöt hirdettek, nagyok és kicsinyek egyaránt zsákruhát öltöttek. Amikor Isten látta, hogy letérnek gonosz útjukról, megkímélte őket a büntetéstől, amellyel fenyegette őket. Ez az Isten igéje. Utaidat, Uram, mutasd meg nékem, én, Uram, Istenem. Utaidat, Uram, mutasd meg nékem, én, Uram, Istenem. Utaidat, Uram, mutasd meg nékem, ösvényeidre taníts meg engem, taníts és vezess igazságot szerint, mert te vagy üdvözítő Istenem. Utaidat, Uram, mutasd meg nékem, én, Uram, Istenem. Irgalmasságodról emlékezzél meg, Uram, és könyörületességedről, mely öröktől való. Jóságodban, Uram, gondolj rám irgalommal. Utaidat mutasd meg nékem, én, Uram, Istenem. Az Úr igazságos és jóságos, ezért a bűnösöknek is utat mutat. Az alázatost a jóban vezérli, a szelídet útjára tanítja. Utaidat mutasd meg nékem, én, Uram, Istenem. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt 1. leveléből. Azt mondom, testvérek, az idő rövid. Ezért, akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna. Aki sír, mintha nem sírna. Aki örül, mintha nem örülne. Aki vásárol, mintha meg sem tartaná. És aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.
Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Közel már az Isten országa, higgyetek az öröm hírnek. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment és hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Amikor a Galileai tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket, jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket. Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és nyomába szegődtek. Mikor kissé tovább ment, látta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt. Ezek az evangélium igéi. Állunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim! Isten igéjének vasárnapja van, erről szeretnék pár gondolatot mondani. Mielőtt azonban a Isten igéjéről szólnék, egy hasonlatot szeretnék mondani. Képzeljük el azt, hogy mondjuk van egy osztálytalálkozó érettségi után, mondjuk egy 5 évvel, és a társaság már együtt van ott az étteremben, ahol éppen buliznak, és megérkezik ez egyik lány is, nagyon örülnek neki, leül közéjük, és kérdezik, hogy mi újság, és meséli, hogy van egy vőlegénye. Na, és akkor rögtön jönnek a kérdések, na és milyen, mit csinál, hogy néz ki, milyen magas, stb. És ez a lány elkezdi mesélni nekik, hogy hogy néz ki, milyen, meg tehát próbálja a tulajdonságait elmondani. Ez eltart egy darabig. Aztán később megérkezik a vőlegénye, leül közéjük. És velük vacsorázik, ott van együtt a társaságban. És ahogy ott van együtt velük, sokkal jobban megismerik, mint az alapján, ahogy ez a leány elmondta. Miért mondtam ezt a hasonlatot? Mert hogy vannak dolgok, amiket lehet magyarázni, szavakkal ecsetelni, hogy így, meg úgy, meg amúgy, meg ilyen magas, meg amolyan, meg minden, de sokkal jobban megismerünk személyeket úgy, hogyha látjuk őt, hogyha együtt vagyunk vele, és lakva ismerjük meg a másikat. Isten igéjének a vasárnapja van, és Isten igéje az nem csak a Szentírás, hanem a második isteni személy. És ebben a második is, ez a második isteni személy, amikor eljött és megtestesült, akkor ő, azért is nevezzük őt igének, mert Isten ő általa mondta el nekünk azt, hogy ő kicsoda. Tehát az Isten igéje az nem csak a szavakat jelenti, nem csak a tanítást jelenti, nem csak egy ismeretanyagot jelent, hanem hogy az Isten eljött hozzánk, a második isteni személy emberré lett, megtestesült, és megmutatta magát. Tehát a kinyilatkoztatás az az, hogy Isten elmondja azt, hogy ki vagyok én, és elmondja azt, hogy ember, mire alkottalak meg téged, ki vagy te, tehát ezt is Isten mondja el, hogy ki vagyok én, ki vagy te, ezt nem mi találjuk ki, és nem a mi hatalmunkban áll megfogalmazni azt, hogy én ki vagyok. Ezt bízom az Istenre, ő alkotott, ő a gyártó. Mindig azt kell megkérdezni, hogy a gyártó mire készítette azt a terméket. Hogy minket Isten mire talált ki, hogyan alkotott meg. Ezt megint csak Isten mondja meg, nem mi. És azt is Isten mondja meg, hogy miért alkotott bennünket, mi a célja ennek, hogy minket megalkotott, és hogy ahhoz a célhoz hogyan tudunk eljutni.
Ez is benne van a kinyilatkoztatásban. De mindenek előtt Isten önmagát mutatja be, mutatja meg nekünk. És ezt azáltal tette teljessé, hát nyilván kezdve már tulajdonképpen az emberiség történelmében végig Isten szólt az emberhez, Ádám, Éva, az édeni állapot, Isten együtt van az emberrel. Aztán Noé a vízözön korszakában is, Noéhoz is szól az Úr, kapcsolata van vele az Istennek. Aztán Ábrahám, akit kiválaszt, ígéretet tesz neki. Aztán ott van Mózes, aki által a törvényt adja, kiválasztja a népet, a próféták által is szól hozzájuk. És végül pedig eljött, és azt mondja, hogy na itt vagyok, na én vagyok az. És 3 évig együtt élt az apostolokkal, és meghívja őket, ahogy a mai evangéliumban is halljuk, hogy legyetek velem, tehát hogy ismerjetek meg. Ismerjetek meg engem, és bennem általam ismerjétek meg a Szent Háromság egy Istent. Tehát ez a kinyilatkoztatás. Isten megmutatja önmagát, és megmutatja azt, hogy miért vagyunk ezen a világon. Ez Isten igéje. Ha Isten így kinyilatkoztatta önmagát és bennünket, azt, hogy mi a terve és mire alkotott bennünket, akkor azt is látnunk kell, hogy akkor ez így van. Ez nagyon egyszerű, meg gyerekesnek tűnik, hogy így van, de hogy ez azt jelenti, hogy akkor van igazság. És hogy akkor ez az igazság, ez megismerhető. Az más kérdés, hogy egyre jobban és jobban kibontjuk, egyre mélyebben megértjük azt az igazságot, de hogy az van, és hogy az megismerhető. Hát, hogy ezt ma fontos kimondani, mert hogy van egy ilyen gondolat, tehát így átjárja a mindennapi gondolkodást, ez a ki nem mondott, sokszor ki nem mondott, általában ki nem mondott igazságnak vélt hamisság, hogy nincs igazság, vagy hogy ez nem megismerhető. Csak ugye ez a probléma, hogy ha azt mondom, azt mondja valaki, hogy igazság az nincs, vagy ha azt mondja, hogy az igazság nem megismerhető, akkor ezzel egy igazságot mondott ki. Na de akkor ez se igaz. Tehát akkor mégiscsak van igazság. Akkor térjünk inkább vissza a kinyilatkoztatáshoz, és ha az igazságok között válogatunk, akkor nem a nincs igazság igazságát kell hirdessük, hanem az, hogy van igazság. És ez pedig maga az Isten. A kinyilatkoztatás, ahogy mondtam tehát, hogyha tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy a kinyilatkoztatásnak, amit Isten önmagáról elmondott, megmutatott nekünk, ennek az egyik része az le lett írva, egy másik részére pedig ezt pedig úgy hívjuk, hogy a szent hagyomány. Tehát az apostolok korszakával lezáródott a kinyilatkoztatás, Isten eddig elterjedve mindent elmondott, befejezte, mindent elmondott. Minden ismeretet átadott nekünk, megmutatta önmagát nekünk, és ennek a kinyilatkoztatásnak a hordozója az egyház. Most ez azért fontos ezt is látnunk, hogy amikor az Isten igéjének a vasárnapját ünnepeljük, akkor nem pusztán csak a Szentírást ünnepeljük, hanem az isteni igét ünnepeljük, aki viszont megjelenik nem csak a Szentírás szavain, lapjain, igazságaiban, nem csak abban, ahogy megmutatja nekünk önmagát, hanem megmutatja magát nekünk a szent hagyományban is, amit az egyház maga hordoz. Azt nem szabad elfelejtenünk, testvérek, hogy tehát az a gondolat, hogy a Szentírás az alapja mindennek, az téves. Ugyanis nem úgy történt az egész, nem úgy született az egyház, hogy voltak emberek, akik ott bolyongtak a júdeai sivatagban, találtak könyveket, elolvasták, és ebből megszületett az egyház. Tehát ez nem így történt, hanem megszületett az egyház. És évtizedek teltek el, hogy nem volt új szövetségi szentírás, hanem ezt hirdették az apostolok és az ő tanítványaik, és szájról szájra adták tovább, és létezett az egyháznak ez a hite. Tehát, hogy mi az, amit mi hiszünk. És Krisztus után 30, 40, 50, 60 évvel elkezdték ezeket leírni. Tehát, hogy először volt az egyház, működőképesen volt az egyház, hirdették az evangéliumot, terjedt az örömhír, megkeresztelkedtek, megtértek, gyarapodtak, aztán idővel elkezdték le is írni.
azt, ami az egyház hite. Tehát ennek az a hitünknek van egy leírt része, ezt hívjuk szentírásnak, de hogy ez viszont a szent hagyományon belül született. És ezt azért fontos látnunk, hogy jól érteni a szentírást csak az egyház hitében lehet, azon belül. Azon kívül, ha abból kiragadjuk, akkor az nem fogjuk jól érteni. Tehát önmagában nem tud megállni. Meg kell kérdezni mindig, tehát találunk egy írást, meg kell kérdezni, hogy ki írta és mire gondolt. A verselemzéseknél is ez van, hogy mire gondolt a költő. Tehát mire gondolt Isten, és mire gondol az ő egyháza, amikor ezt leírta. Mert ennek a kontextusában, ennek az értelmében, ennek az összefüggésében tudjuk jól érteni Istennek az igéjét. Hát, hogy ez mennyire így van, elég azt megnézni, hogyha a kezébe adjuk embereknek a szentírást, elkezdik különbözőképpen értelmezni. Körülbelül 3000 felekezet létezik, ami a protestantizmusból szerte aprózódott. No comment. Arról nem is beszélve, hogy maga a gonosz lélek is, amikor kísérti Jézust a pusztában, akkor Isten igéjével kísérti meg őt. Tehát, hogy ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek váljanak kenyérré, mert írva van. Tehát hivatkozik a szentírásra. Tehát, hogy bárki hivatkozhat a szentírásra, és bárhogyan lehet abból kiragadni és arra hivatkozni, de hogy mi az a kinyilatkoztatás, mi az a hit, amit mi kaptunk Istentől, amit az apostolok áthagyományoztak ránk, amit őriz az egyház, és ezen a hiten belül a szentírás, Isten igéje, nagyon nagy segítség számunkra. De ha kiragadjuk, akkor félre tudjuk érteni, ha a gonosz lélek használatába kerül, akkor pedig egyenesen félrevezet bennünket. Fontos ezt látnunk tehát, hogy a szent hagyomány nélkül nem tudjuk jól, helyesen értelmezni. Persze ezt nem azért mondom, és ez nem azt jelenti, hogy akkor most senki ne vegye a kezébe a szentírást és ne olvassa, dehogy nem. Hát, hogy megismertétek már a katolikus hitet, tudjátok, hogy miről van szó, tudjátok ti jól érteni azt, csak nyugodtan olvassátok, és fontos is olvasni. Nyilván, hogyha valamiben szembe megyünk az egyház tanításával, és amint fölismerem, abban a pillanatban ahhoz nekem igazodnom kell. Tehát, hogy igazodok, nem pedig azt mondom, hogy én látom jól, és mindenki rosszul. Fontos az Isten igéjének vasárnapján azt is megemlíteni, hogy Istennek van szava hozzánk. Hát ez megint olyan egyértelmű, hogy persze, hogy van szava. Igen, de hogy Isten elmondja azt, hogy ki is vagyok, mi az identitásom. Az, hogy Isten szeretett gyermeke vagyok. Az, hogy Isten férfinak és nőnek teremtett bennünket. Isten elmondja, hogy mi a célunk. Elmondja, hogy hogyan jutunk el oda. Tehát ilyen alapvető dolgok. Ezeket megtudjuk Isten igéjéből. A kinyilatkoztatásból. Azt is látjuk, hogy nem csak Istennek van szava hozzánk, hanem az ördögnek is van szava hozzánk. Az ördögnek a szava kezdettől fogva, ahogy leírja a Teremtés könyve már az Éden kertjében is, hogy nem jó bízni Istenben. Hányszor hallottátok a héten ezt a szót a lelketekben? Szerintem sokszor. Hogy amikor így fölcsendült, hogy ebben a szituációban, abban a helyzetben, hogy most tegyem azt, amit az Isten vár tőlem, vagy most ez nehéz. Talán nem lesz baj, ha most másképpen csinálom. Most olyan jónak látnám így csinálni, most csináljam úgy, az nehéz. Azon én most rajta vesztek valamit. Ugye? Tehát, hogy nem jó bízni Istenben. Halljuk ám ezt a szót elég gyakran. Persze nem így szóban kimondva, hanem mint érzés, mint egyfajta hozzáállás, egy gondolat szintjén megjelenik bennünk ez a izé, hogy nem jó bízni Istenben. Vagy Isten nem akarja, hogy boldog legyek. Muszáj megtartanom a törvényt, akkor nem leszek boldog, gondolja magában az ember. Vagy eleve egy ilyen, ki se mondott, meg se fogalmazott érzéssel közelít egy helyzethez. Én tudom, hogy mitől leszek boldog, szerintem nem leszek boldog, hogyha szót fogadok Istennek. Tehát, hogy nem jó bízni, Isten nem akarja, hogy boldogok legyünk. Folyamatosan érkeznek ezek az impulzusok hozzánk. Tehát ne gondoljuk, hogy ezektől mentesek vagyunk. Vagy, hogy nem vagyok szeretett. Hány és hány emberben ott van ez az alapérzés. Főleg, ha valami rosszul történik, hogy most akkor nem szeret engem az Isten.
vagy egyszerűen mint egy ilyen alap érzés, érzelem, amit hordoz magában az ember, akár ez egy sebzettségből is fakadhat, hogy nem vagyok szeretett, nem vagyok fontos, nem vagyok értékes. Hát fiát adta érted, akkor csak értékes vagy. Végtelen értékű. Tehát, hogy más Isten szava, és sokszor más az, amit beszippantunk, és hordozunk magunkba. Tehát a méreganyag is ott van bennünk. És mi az, ami ezt semlegesíteni tudja? Isten igéje. Ezért fontos az, hogy Isten igéjével tápláljuk magunkat. Hogy Isten igéjének ez a leírt formátuma, ami itt van, ezt tudjuk olvasni napi szinten, de tudunk táplálkozni az egyház tanításából is, ami például megtestesül, megjelenik a katekizmusban, hogy ezt lehet olvasni, és ezt át lehet elmélkedni, és akkor így lecsorgatjuk a szívünkig, és akkor ez átmos bennünket, és hogyha ez bennem van, akkor a hazugság szelleme nincs bennem. Kiszorítja belőlünk azt. És ezért fontos, hogy ezzel táplálkozzunk, hogy az evangélium, a kinyilatkoztatás, tehát hogy Isten szava, az ő mondandója, az ő gondolata, az járjon át bennünket, hogy ne maradjon hely bennünk a hazugságnak. Ugyanis az az állapot, az elképzelés, hogy majd én a bensőmet, gondolatvilágomat és a bensőmet, azt én majd úgy üresen tartom. Tehát se Isten, se az ördög. Na most ilyen nincs. Tehát a vákum az mindig valamit beszippant. Ha szeretnéd mentesen tartani magadat a hazugság szellemeitől, akkor az igazsággal kell megtölteni a szívedet, és akkor nem lesz benne hazugság. Ha ezt nem teszed meg, akkor biztos, hogy lesz benne hazugság. Ez hold biztos. Az beszívja a szív, a vákum, az beszív valamit oda. A szemetet, a hulladékot be fogja szippantani, és akkor az ott lesz. És az a szörnyű benne, hogy az ember meg nem ismeri meg, nem ismeri föl. Sajátjaként éli meg, sajátjának érzi azt. És hosszú-hosszú időnek kell eltelni, mire végre az ember rádöbben arra, hogy hopp, engem itt átvertek. Isten igéjének a vasárnapján, tehát vigyük magunkkal ezt a gyakorlati dolgot, hogy akár kísértésben például, olvassunk az evangéliumból. Annak a gondolata, szellemisége át fog minket mosni, átfoghatni, és lehet, hogy 5-10 perc szentírás olvasás után az a kísértés meg is szűnik, el is megy, el is tűnik, el is múlik. Kérjük Isten kegyelmét, hogy segítsen bennünket abban, hogy a kinyilatkoztatás, az egyház tanításának a fényében, a szentírást olvasva életet tudjunk meríteni. Amen. Isten fizesse meg. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idők kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egykerességet a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet.
Kérjük testvéreim mennyei atyánkat, hogy mint Ninive lakói, mi is készségesek legyünk a bűnbánatra. Addulunk, hogy a világ mindenkor meghallja intő szavadat. Add, hogy szent atyánk és főpásztoraink az apostolok nyomdokain járjanak. Add, hogy az államok vezetői bölcsen és igazságosan irányítsák a népek sorsát. Add, hogy a bűnösök megértsék szeretetedet és igaz bűnbánatra induljanak. Add, hogy földi szenvedéseink türelmes elviselése üdvösségünkre szolgáljon. Urunk, Te a bűnbánóknak kegyesen megbocsátasz, és Tieidnek örök jutalmat ígérsz. Add, hogy szent fiadat buzgón kövessük, és jutalmadat mindnyájan elnyerjük. Add meg az üdvösséget elhunyt testvéreinknek, Attilának és nagyszülőknek is. Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Urunk Istenünk, fogadd atyai szeretettel és szenteld meg áldozati adományainkat, hogy az üdvösséget megszerezzék számunkra, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos, mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges atyánk, mindenható örök Isten, a te végtelen dicsőségedhez tartozik, hogy isteni erőddel segítesz a halandó emberen, és éppen halandó voltunkból szerzel gyógyulást. Így, amit veszteségnek tartunk, azt üdvösségünkre fordítod, Krisztus, ami Urunk által. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add, kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újongással zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség, Ura Istenem, dicsőséged betölti a mennyet és a földet, Hozsanna magasságban. Áldott
Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, remete szent Pál és boldog Özséb atyánkkal, és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket, Attilát, nagyszülőket és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára,
és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsájt meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert így az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgolmozz nékünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgolmozz nékünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben.
neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk, kérünk mindenható Úrunk Istenünk, add, hogy éltető kegyelmed erejéből mindig boldogan szolgáljunk neked, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek, ma kezdődik az ökumenikus ima hét, e héten különösképpen is imádkozzunk a keresztények egységéért. Lelki adoptálók szentségimádása lesz vasárnap, jövő vasárnap 19 órakor. Csütörtökönként délelőtt csendes szentségimádásra van lehetőség itt a Szikla templomban, a szentségi kápolnában, 9 óra, 9:30-tól 14 óráig.
Erre mindenkit szeretettel várunk, van egy kis szokásos csapat, de mások is jöhetnek, mások is részt vehetnek a nap során ebben a délelőtti, délután kettőig tartó szentségimádásban, akár rövidebb időszakra is természetesen. Az új ember és az Adorémus januári és februári száma is már megvásárolható a Szent István teremben. Most fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hálom. Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja, könyörgésünket megnevest szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk. Engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Szent Mihály Arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértésével légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezér, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Segíts nékünk megmenteni.